Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát az élet fölülírta a mai adás menetét, mert hogy korábban nem terveztük, hogy akár a Jobbikról, vagy akár Jakab Péterről beszélünk. Aztán utána megtörtént az, amire hát sokan számítottak, sokan nem, majd ezt megbeszéljük. Minden esetre Jakab Péter lemondott a Jobbik elnöki posztjáról, hogy ennek mi lesz a következménye és mi a helyzet most a Jobbikkal, ezzel a témával kezdjük. Mutatom a mai vendégeket. Itt van Konok Péter történész. Jó estét kívánok. Bona Gábor, második reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Na kezdjük akkor természetesen Jakab Péterrel. Csak annyit azért előjáróban tegyünk hozzá, hogy május 7-én választották meg Jakab Pétert újra a Jobbik elnökének. Nem is akármilyen százalékkal, 71,4% szavazott rá. Tehát úgy tűnt, mintha elég komoly támogatottsága lenne a Jobbikon belül. Nem tűnt úgy. Ez lett volna a kérdés, de köszönöm Zoli, hogy már előre is megválaszoltad a kérdést. Azért fogalmaztam úgy, hogy úgy tűnt, hogy eléggé támogatják. Utána eltelt pár hét, és most ugye azt írta ki a Facebook oldalára, hogy, és akkor idézem őt, a Jobbik tagsága több mint 70%-os többséggel választott meg a párt elnökének. Mára világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, és szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, így aztán lemondott. Ezek szerint nem lepődtél. Én felcsatlakozom hozzá, mert nekem is úgy tűnt, tehát én is hallgatlak. A 70%-os támogatottság annak fényében, hogy megnéztem, Potocskánét elnökhelyettesnek 88%-kal választották, meg ugyanezek az emberek. De az a Potocskáné. Szabó Gábort 90% fölötti arányban választották meg választmányi elnöknek, de még az Ander Balázs alelnök is 87% fölött kapott szavazatot, úgy, hogy ha belegondoltok, egy komplett pártot ő, már Jakab Péter már kioperált a Jobbikból, ugye a Mi Hazánkról beszélek. Nincsenek már ott azok sem, akik korábban, vagy később szembefordultak vele, Bencsik Jánostól a legkülönbözőbb szereplők. Azért mondom, én kérek hát, elnézést, nem csak, hogy csak nekem, 71%-kal nekem az az állításom, hogyha Jakab Péter ezt a pártot ennyire saját maga mögé rendelte, és dacára ennek szerintem csak 70% szavazott rá, az nem egy elsöprő többség, amire ő számít. Ugyanezek az emberek sokkal konszenzusabb jelölteket. Na, minden esetre a kérdés az lett volna, hogy... Konszenzusos pozíciók voltak itt, meg a Jakab esetében volt egy vita, ott egy politikát meg kellett méretnie, és ott ehhez képest kapott egy kétharmados többséget. A jó hír a Jobbikosoknak és Jakab Péternek az, hogy egy-kétharmadot már sikerült lebontani. Igaz, hogy a sajátját, de ez most... Szerintem a Zolinak van igaza. Méghozzá azért, mert ugye itt a választások óta eltelt két hónap, április ugye és június, és ezt én két részre osztanám. Az első hónap az arról szólt a választások után, hogy nincs már meg az a támogatás Jakab Péter mögött, mint ami korábban megvolt, de nincs más. És a május 7-e utáni egy hónap mostanáig tartott, hogy meg arról szólt, hogy még az se jó, ha már az is jobb, ha nincs senki, de ne Jakab Péterbe. Mi történt? Hát álmokfutás. Tehát, hogy lényegében szerintem Jakab Péter nyilatkozatai, Facebook posztjai, kritikus helyzetekben való döntései, azok folyamatos arrozd döntések voltak. Konkrétan? Hát ugye ő megpróbálta előadni a választások előtt azt, hogy ő egy ilyen Ludas Matyiba oltott Rambó. És hogy erre majd rezonál a magyar társadalom, és nagyon sokan rezonáltak is, csak aztán egyre többször derült ki, hogy valójában egy Tesco gazdaságos Chuck Norris, és ez most már a pártnak is kellemetlenné vált. Tehát hogy azt látták egyre többen, hogy az, aki kemény szavakkal, jó orgánummal, jó kiállással bekérdezi Orbán Viktort, amögött valójában nincs semmi, nincs politikai elképzelés, és ugye amikor egy választás után valamilyen irány kellett volna mutatni, akkor az nem volt meg. Próbált azt a játékot eljátszani, hogy két puffer helyjel itt sakban tartja a pártot, ugye ezt is tegyük hozzá, hogy az abban 70%-ban még valószínűleg az is benne volt, hogy volt itt azért két bizonytalan mandátum, csak aztán ezt nem ráomlott ez az egész stratégia. Magyarázzuk el ezt a két hölgyet, hogy ugye volt a Jobbik listáján befutó helyen két hölgy, Szabó Hajnalka és Vég Noémi, akiről tudható volt, hogy korábban ők nem ambicionáltak, mert nem fejezték ki nyilvánosan, hogy politikusok szeretnének lenni. Az a hír járta, hogy ennek a két helynek az a funkciója, hogy ez a két hölgy majd lemond, micsoda szexista szemét dolog az egyébként, és a helyükre majd Jakab Péter tud sakkozni, hogy ki az a másik kettő, akit behoz. Én innen szeretném akkor Szabó Hajnalkát és Vég Noémit megkérni, Girl Power, maradjanak benne, a világ vicce lesz, imádni fogom, hogy azok, akiket ilyen megalázó módon ki akartak rakni, csináljanak végig 4 évet. Már csak azért is, mert a helyükről, ha lemondanának, a Gyurcsány döntene, tehát az igazi pufferi az ő helyük. Péter? Én azt látom, hogy
hogy mondjam, újra látom a kis gazapár történetét. Nem teljesen így, nem teljesen ugyanazokkal a szereplőkkel, de ezt a fajta, amikor egyébként egy pártot nem csak hogy leszalámiznak, hanem leszalámizza önmagát is. Szerintem tényleg arról, vagy legalábbis amennyire én marha kívülről, mert kevés dolgot látok, inkább kívülről, mint a Jobbikot, de én is azt látom, hogy tehát, amikor Jakab elkezdte ezt a versenyt, baromi erősen elkezdett futni, meg kiabált, meg minden, és akkor ez ilyen meggyőzőnek tűnt, hogy ez működni fog. Még szerintem mi is a leginkább arról beszéltünk, hogy hát oké, üres, meg mit én, de működhet. Csak hát ugye ugyanaz maradt a félpályánál is, meg aztán a hajrában is nem volt több a történetben, mint ez a kvázi üres frázispuffogtatás, és ez tőlem marha hülyé hangzik, mert amit én hiányoltam a Jakabból, meg a Jakab által vezetett Jobbikból, de hát ez egy one man band volt tulajdonképpen, ami szintén egy nagy hiba szerintem a politikában, az maga volt a jobboldaliság. Tehát így én nem szeretem a jobboldaliságot, ellenzem a jobboldali gondolatokat, de úgy gondolom, hogy egy politikai rendszer van a jobboldaliságnak helye van. Jakabban viszont, és Jakab szólalmaiban, Jakab pártjában nem hogy jobboldaliság nem volt, hanem még hogy mondjam, ennek a díszítményei sem. Tehát még azok a stukatúrák, azok a dolgok sem, amiket egy amúgy mondjuk egy populista politikára rámázolnak, hogy na ez jobboldali. Még ez is hiányzott, üres volt. A választások után kérdezték Jakab Pétert, hogy lemondaná akkor ugye a Jobbik vezetéséről, mármint a választások után a választási eredmények. És azt mondta, hogy nem olyan, mint a volat. Ismeretében, és egész konkrétan ugye azt mondta, hogy nem fogja azt megtenni, mint amit 2018-ban Vona Gábor, aki csúnyán gyáván lemondott, levonult a csatatérről, és pártszakadás lett a vége. Ugye ez volt a konkrét idézet, és azt tegyük hozzá, ugye, hogy marad a frakciónak tehát a frakció vezetését viszi tovább. Lesz itt pártszakadás? Hogy lesz ez kiegyensúlyozni? Hogy lehet ez kiegyensúlyozni? Szerintem itt az ő lemondás az már nem is lemondás volt, ő legyen előre menekült. Tehát azért ennek a lemondásnak a margója, azt tegyük hozzá, azt, hogy írjuk oda, hogy el sem ment erre a választmánygyűlésre, és szerintem ez volt az igazából hát gyáva dolog, megmondom őszintén, mert össze lett hívva egy válaszmány, ami többek között az ő feljelentése volt ennek talán az egyik, meg az elnökségi üléseken kialakult viszája az oka, és erre a válaszmányról nem ment el, hanem Facebookon tájékoztatta a válaszmányon összegyűlt küldötteket, hogy lemond. Tehát azt gondolom, hogy ez nem elég méltatlan dolog volt, és ezután én azt gondolom, és ez megint egy rossz döntés. Tehát, hogy ha elmegy a válaszmányra, és a válaszmányon szót kér a legelején, és ott lemond, az megint más, mint úgy, hogy Facebookon tájékoztatja őket. Hozott egy rossz döntés, és én azt gondolom, ez tovább fog eszkalálódni az ő frakcióvezetői bukásáig. Tehát ki lehet ezt valahogy egyensúlyozni, hogy valaki frakcióvezető, de közben ez van mögött? Hát ugye neki az lenne az üzenete, hogy a pártomnak nem voltam jó, de a parlament meg a frakciónak annak legyek elég jó. Tehát, hogy láttál azért ilyet. Igen, és ez ki is nyírta a pártot. Tehát ugye az SZDSZ halála, az egyébként onnantól volt megállapítható. Fodor Gábor kóka. Akkor lett vége, amikor kiderült, hogy a frakció az marad Kóka Jánosnál, a pártot meg előbb Fodor Gábor viszi, majd pedig egy ilyen csődelszámolás történik Retkes Attilával. Na most a Jobbik esetében az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit gondolnak majd ezek a képviselők, hogy miféle Jobbikot képviselnek ők, hogyha a frakciót az a Jakab Péter vezeti, aki a pártban, ha jól értem, most éppen nem lesz senki. És az a nagyon érdekes, hogy szerintem azért is veszett fejszennyele a frakcióvezetés után kapkodni a Jakab Péternek, mert nem fog működni. Jakab Pétert jövő héten Kövér László ki fogja röhögni a parlamentben. Ugye az volt a mondás, hogy remegjen az a bajusz, remegjen Kövér László, most megint megkapja tőlem, amit korábban, és ki fogja röhögni, hogy ki vagy te pontosan? Kapaszkodsz a 2,6 milliós fizetésedbe, de már a pártod nem akart téged. Az összes, oké, csak az egészben az a helyzet, hogy a Jobbik tényleg bemutatja ezt paródiaként, mert akkora nagy hitelességi válságba került, hogy ez nem tartható. De az összes ezt csinálja. De Szabó Tíme nem ugyanezt csinálja. Szerintem érintettük, de nem fejeztük be azt a vitát, hogy ez csak a Jobbik a belügye most, ami zajlik, vagy a belső harca, tehát amit értek ezzel, hogy van-e ebben a Fidesznek szerepe? Van-e ebben a Fidesznek valamiféle rá erősítés? Szerintem meglep, tehát engem az valahol meglep, hogy Varga Judit ezt egyáltalán Facebook poszttal méltónak találja. Nem is akármilyen Facebook poszt, bocsánat, hagyj idézzem, akkor egyszer minden parizere elfogy, ugye ez volt az ő Facebook posztja, és hát akkor ha már itt tartunk a Fidesznek, a Kocsis Mátét is hozzuk ide, aki hát szintén remekelt, ugye ő azt írta ki, hogy szebb jövőt pajti, és ugye egy olyan kép mellé írta, ahol Jakab éppen az X-faktornak a plakátját nézi. Hát, szóval...
Ági, az a helyzet, és erről beszéltünk is az előző adásban, hogy a Fidesznek az az élménye, hogy Jakab Péter tényleg ordinári módon, a parlamentben korábban nem tapasztalt módon üti, gyalázza őket. Azért ne felejtsük el, tehát Orbán Viktóriának ígért lényegében egy börtönbeli nemi erőszakot, ami hát ugye megint csak érdekes, utána ezt nem tette szóvá a vele szövetségesek hada, és most jutottunk el odáig, hogy Jakab Pétert napokon belül Gyurcsány Ferenc kirakja az elnökök szignálcsoportból. Azért ez egy igen, igen nagy zuhanás, és én értem, hogy miért triumfálnak. De azért szerintem azt ne felejtsük el, hogy ahogy volt a Fidesznek szerepe, vagy nem volt a Fidesznek szerepe, hogy azért ez így, valahogy egy ilyen egybömbként is működik ez a történet. Tehát az, hogy a parlament, hogy mondjam, egy showműsorrá alázódik, a komédiává alázódik, vagy alázódik, hát nem tudom, alakul át, ez az összes résztvevőnek a közös érdeke. Nem azt mondom, hogy a közös bűne, mert ezt hogy tekintetjük úgy is persze, hogy bűn és így a demokrácia meggyalázása, de ennek az egész rendszernek, amiben szerintem egyébként Jakab Pétertől, Gyurcsány Ferencen át Orbán Viktorig mindenki beletartozik, a úgynevezett politikai elitünk, az az érdeke, hogy súlytalan, de szórakoztató műsort adjanak a parlament nevű folytatólagos szappanoperában. És erre Jakab Péter egyébként tökéletesen alkalmas. Nem írják ki ezt a szereplőt, tehát ez az én kérdésem. De nem írják ki, hát ott marad. Ő most éppen a show tárgya és előadó. Azért, tehát lehet rajta röhögni, ezek kajánkodások, és ráadásul az a vicc, hogy ilyenkor tök ritkán mondok ilyet, de úgy látszik a Fidesznél, meg a Mi Hazánknál, vagy ugyanazok a kreatívok nekiültek és gondolkodtak, hogy mit lehetne ebből kihozni. És kihoztak ilyen vicces dolgokat, mint a Parizeus. Én nem is számítottam. Ez szellemes. Függetlenül attól, hogy ki csinálta. Zseniális. Ugye itt a Novák Elődről beszélünk. És igen, én nem szeretném kimondani, hogy azt mondom, hogy Novák Előd valami szellemeset írt ki, ami biztos nem az ő agyában született, de az szellemes szövegű. Hát szerintem ő csinált ilyen meglepő dolgokat, de hát a Gábor első kézből tud. De nem erről szeretnék nyilatkozni, hanem arról szeretnék nyilatkozni. Én továbbra is nekem van valami zavar a gépezetben, mert hogy a Fidesznek nem érdeke az, hogy Jakab Péter megbukjon. Szerintem a Fidesznek pontosan azért, amit mondtál, az az érdeke, hogy ez a viszonylag erőtlen, de egyébként hangos, és ezt a NER burleskbe beleilleszthető karakter, ott maradjon a Jobbik élén, és legyen egy ilyen permanens Bors Online számára, meg nem tudom, még Blikkek, meg ilyeneknek való témaszolgáltatás. Az, hogy Jakab Péter megbukjon, az már nem érdekük, mert mi történik. Most még persze a Jobbik válsága még jó nekik, de mi történik ebből két lépéssel utána? Lehet, hogy jön a Jobbiknak egy nyugalmasabb időszaka, és akkor adott esetben jön valaki, egy olyan Jobbik elnök, akinek mondjuk lesznek jobboldali gondolatai, és az például nem érdeke a Fidesznek, hogy az ellenzék összefogásban újra jobboldali gondolat jelenjen meg. Ebben neked igazod van, de szerintem magadnak mondasz egy kicsikét ellen, de azért mondjuk el a nézőknek, hogy a Bors Online-ra mivel utaltál, tehát hogy ugye mentek a Jakab után, aki mindenféle ilyen budai lakásokban töltötte az éjszakát, munkálkodva a kabinet főnökével, ezzel a Bors megteremtette egy új műfajt, ez a parizer paparazzo, amit ők művelnek. De te azt mondtad korábban, hogy azért lett Jakab az elnök a választási bukta után, mert nincsen más. És szerintem ez a helyzet igaz. Most is igaz. Tehát nem fognak találni egy olyan elnököt, aki már csak azért is, mert tönkretették a brendet teljes egészében, aki ezt ennél jobban tudja menedzselni, viszont így folyamatos botrány van a Jobbiknál, a Fidesznek az nem áll érdekében, hogy legyen egy olyan komponense az ellenzéknek, amely valamiféle jobboldali márkát tud felmutatni. Úgy, ahogy, mintán a Jakab még ugye utánad lett Schneider Tamás közbeiktatásával elnök, valamekkora szegmensben, picikében, de valamekkorában ezt tudta még mutatni. Innen egy folyamatosan... Nem tudta. Tehát, hogy nem tudta a jobboldaliságot felmutatni, és én pici szegmensben, de én nem azt mondom, hogy nagyban, persze. A Fidesznek ez volt a legideálisabb. Egy DK előzenekart hozott a Jobbik, Jakab Péterrel, és ennél ideálisabb nem volt számára, mert nem eltüntett a jobboldaliságot az összefogásból. És most lehet, hogy nem lesz egy ugyanilyen harsány szereplő a Jobbik élén, de lehet, hogy lesz olyan, akiben akár egy Ander Balázs mondjuk, vagy vannak még azért ilyen. Látsz benne lehetőséget, mint egy Ander Balázsban, hogy felépüljön, mint a Jobbik elnök? A Jobbiknak szerintem, sajnálom, hogy ezt nekem kell mondani, de szerintem már nem nagyon van. Ezt mondjuk. Igen, de azért az ellenzék összefogáson belül, mint egy ilyen kis pántlika, aminek lesz valamiféle kis jobboldali kicsengése, még mindig többet fog írni a Fidesz-szel szemben, mint ahogy maradt volna Jakab Péter a permanens. De ez a pántlika, lépjünk egy kicsikét vissza, Gábor, mert szerintem ez egy megint csak lényeges dolog. És ez nem a Jobbikról szól, de nem úgy, hogy a Fideszről, hanem az ellenzék. Mert Fidesz szerintem nagyon sok mindent elkövet az ellenzék, ma az, hogy az ellenzék milyen, az javarészt a Fidesznek tudható be,
de attól még hülyének nem kötelező lenni. Tehát, hogyha a hülye szerepre, a közhülye szerepre kasztingolnak, ezt nem kötelező elvállalni. De oké, most mi itt a Jobbikról beszélünk, amiből kifogyott a jobboldaliság, de hogyha most bármelyik úgynevezett ellenzéki pártot én felidézem magamban, egyikben sem találok több gondolatot, igazából egyikben sem találok több jellegzetességet, tehát ugyanúgy nincs a DK-ban vagy az MSZP-ben baloldaliság, mint ahogy a Jobbikban nincs jobboldaliság. Tulajdonképpen egy kínálat. A Mi Hazánk az egyetlen kivétel, amit én nem neveznék igazán ellenzékinek, ami viszont pont kiszerkesztette magából azt, hogy ha nem is a jobboldaliságot, mert igazi, hogy mondjam, klasszikus jobboldaliságot abban sem találok, de azt, amit nálunk mifelénk radikalizmusnak szoktak hívni. Csak a Mi Hazánk az igazából annyiban ellenzéki, mint amennyiben a Jobbik is volt sokszor egyébként szerintem funkciójában, ahova a Fidesz kiszerkesztheti a saját úgynevezett radikalizmusát. Jobb oldalon tartja az elégedetlenkedőket, de Péter, így van. Azért nincsen gondolat, én arra próbáltam célozni, mert nincsen gondolkodás. De, mert nincs rá, az... de nem is kell, tehát értem, hogy mit beszélsz, igazából ez most már közhelyé vált. Köszönöm szépen, Péter. Ez már közhelyé vált, hogy jaj, hiányzik a vízió, meg hiányzik tulajdonképpen a politikai gondolata az ellenzékből, a kormányból is egyébként hiányzik. Ezt állandóan mondjuk, csak valahogy mindig úgy csinálunk, mintha ez valami hibás működés lenne. Én úgy gondolom, hogy ez ennek a rendszernek a logikus és észszerű működése. Nem kell. Ez már ilyen értelemben, hogy itt Puzsér Robert legyek, a posztmodern politika korszaka, amikor már nem erről szólnak a dolgok, és félreértés, valahol félreértés követelni rajta. Tehát én elmondhatom, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy egy helyes politikai felépítménye valahol a jobboldali gondolatoknak is helye van. Hát hogy hol azt tudja, én nem annyira jobboldaliként, megint másként gondolom, mint sokan mások, de valójában én is tévedek ezzel. Nincs már itt. Ez az üres, napról napra szóló, tartalmatlan, showműsorra épített valami vált a politikává. Volt egy különleges mérkőzés itt, ugye az angol csapattal játszott a magyar válogatott a Puskás Arénában, és ugye ez a mérkőzés eredetileg zártkapus lett volna, a tavaly nyári Európa-bajnokság után ugye eredetileg három ilyen zártkapus mérkőzés kellett volna tartani, aztán ezt utána két meccsre enyhítették, és a második zártkapus mérkőzés lejátszását két évre felfüggesztették, csak azért, hogy értsék a nézők is ugye a hátterét, és aztán mégiscsak voltak ugye nézők ezen a meccsen, nem is akárkik, ugye több mint 30 ezer gyerek mehetett el erre a meccsre, és aztán utána az angol válogatott a szokásos, már tőlük megszokott módon ugye féltérdre ereszkedett, ezt már mindig sokszor láthattuk, és ugye itt az volt az érdekes, hogy fújolás, fütyögés jött a nézőtérről, hát itt sokan azt feltételezték, hogy fú, hát a gyerekek tették ezt a dolgot, ők fújoltak, ők arasztisák. Szóval tegyük már helyre ezt azt az egész történetet, mert hogy ezt lehetett olvasni, hogy ez jelent meg. Volt ebben egy nagy logikai bakugrás, hogy ők fújoltak, ők arasztisták. Csak egy kicsi. Szerintem a kettő, tehát az egyikből nem következik a másik, de nagyon érdekes, ahogy fogalmaztál, szerintem ez fontos, a tőlük megszokott módon. Tehát ez egyébként egy rituálé. És amikor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy mi történik, akkor az első, amin megakadtam, hogy milyen konkrét következménye van egy térdelésnek. Tehát mi következik abból, hogyha brit labdarúgók Budapesten térdelnek, hogy alapvetően az Egyesült Államokban az ott élő feketéket ért rendőri brutalitás ellen egyébként az amerikai fociban használt himnusz alatt térdelő pozícióban. És én értem azokat a magyarázatok, amiket arról szólnak, hogy a rasszizmus az egy világjelenség, hogy Magyarországon is van ezzel kapcsolatban probléma. És arra jutottam, hogy kellene csinálni a kormánynak mondjuk egy ilyen közalapítványt. Vagy valami más olyan pénz alapot, aminek deklarált célja a rasszizmus elleni küzdelem, a magyarországi romák felemelése, egy tényleg mély szegénységben élők segítése, az élére tennék valakit, aki konszenzusos jelölt, mondjuk egy Vecsei Miklóst. És azt mondanám, amikor legközelebb nálunk jár, és akár a focista térdel, akár külföldi popsztár az arénában Orbán Viktort fasiszta diktátorként fakkoltatja, hogy oké, jó napot kívánok, ez most megtörtént, ez a számlaszámunk, ezért küzdünk, hogyha 100 ezer dollárt átutalna nekünk, akkor Magyarországon sokat tudnánk tenni a mély szegénységben élőkért, a szegregált oktatás felszámolásáért és hasonlókért. És őszintén érdekelne, hogy akkor erre az lenne a válasz, hogy persze, hiszen nekem ez a legfontosabb, vagy az, hogy én már térdeltem. Többiek, mennyire fontos volt ez a rituálé, ez az egyik, mert hogy mennyire ítélkezünk mondjuk a másik fölött, hogy ha valaki, nem tudom, letérdel, akkor ő már csak ilyen lehet, ha nem térdel le, akkor már csak olyan lehet, és hogy jönnek a képbe a gyerekek? Az a gond ezzel, szerintem a rituáléval a gond, hogy nem, kiüresedett, mint a Jobbik.
Tehát, hogy így, valamikor, ugye az elején, amikor tényleg... Megoldásként használjuk. Akkor ez egy gesztus volt, egy olyan gesztus, aminek volt jelentése, abban a pillanatban, hogy ez szervezetté, hogy mondjam, intézményesítetté vált, egyébként bármilyen ilyen gesztus, hogyha intézményesítetté válik, onnantól ez már nem önmagát jelenti, hanem lassanként egyébként először kiüresedik, aztán már önmaga ellentétébe fordul. Beszéltünk már erről szerintem más gesztus politikák és identitás politikák. Azt hittük, hogy ez a cselekvés. Ez igen, igen, helyettesíti a cselekvést, igen. Ezzel tulajdonképpen, mint a gyónással így letudod a problémát, és fel vagy oldozva. Utaljon, ez egy dolog, ezt tudjuk. A másik, hogy az MLS ezt megpróbálta kicselezni, és nyilván egyébként én nem tudom az MLS-ről feltételezni, nem azzal a súnyi szándékkal, hogy ebből legyen egy efféle botrány, amire aztán rá lehet mutatni. Azt szerintem megint egy nagyon gázos. Hogy az lett volna a szándéka az MLS-nek, hogy direkt botrányt kavarjon. Hát igen, én úgy gondolom, hogy egy kicsit ez a Puzsér is írta, én is így filóztam ezen, hogy a gyermeke keresztes hadjáratára hasonlít az egész történet. Tehát, hogy neked utolsz? Mikor... Robi? Ja, hogy már másodszor mondom a nevét. Nem. Ez tényleg olyan volt, hogy így filóztam rajta, hogy írok egy posztot, ahol ezt a gyermeke keresztes hadjáratához hasonlítom, aztán nem, és milyen jó, mert a Puzsér írt ezt a hasonlatot, felhasználta. Tehát, hogy így van ebben ez a gesztus, hogy akkor oda küldjük a romlatlanjainkat, azokat, akiket még igazából nem befolyásol a politika, és lám ők is. Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy fricska volt az egyébként szerintem többé-kevésbé jogosult zárt kapus mérkőzés elrendelésének, és hát a fricska szerintem viszonylag nagyon ízléstelenre sikeredett. Eleve egyébként szerintem azért, mert gyerekeket, én nekem ez olyan meggyőződés félém, de tudom, hogy teljesen elavult vagyok ezzel, gyerekeket nem vonunk be a politikába. De nem lett semmilyen módon nem használunk biodíszlet. Nem lett bevonva. Én erről nagyon-nagyon sok mindent gondolok, erről az egész cselekmény soráról. Reméljük, ennek csak egy részét mondod most. Egyetérte. Szóval nagyon sok mindent gondolok, de pont az a lényege, hogy ne lehessen sok mindent gondolni, ne lehessen árnyalt véleményed. Ezeknek a moralizáló, agresszív gesztusoknak az a lényege, hogy nincsenek árnyalatok. Vagy 100%-ig osztozol, és akkor letérdelsz, vagy 100%-ig elutasítod, mert akkor vagy rendes magyar, és nincsen a mérlegelésnek, a fenntartásoknak, semminek helye. Ez a világszerte a politika. Ez minden ilyen politizált, vagy intézményesített gesztusra igaz, vagy vele, vagy ellene, de ugyanakkor pont ebben a térdelés történetben, ezért megnézzük az angol viták történetét, hogy mik folytak erről leginkább Angliában, akkor azon, hogy vannak átmenetek, és nagyon sokan voltak, akik nem térdeltek le, és pont azért kritizálták ezt az egészet, mert üres. Tehát nem ellene voltak annak, ami ugye elvileg a deklaráció lenne, hanem azt mondták, hogy ez már nem azt jelenti. Nagyon sok ezek létező diskurzusok. Azt a dühöt is értem nagyon sok esetben, kinek mi a baja ezzel a gesztussal, hogy mit üzen. Hát azért itt csiliárdos focisták térdelnek le valamiféle olyan bűnnek a való szakításnak a elérése érdekében, mely bűnben Magyarország például soha nem osztozik, mert nem volt gyarmata. Aki nálunk néger, és ugyebár direkt mondtam azt, hogy néger, és el fogom mondani harmadszor is, hogy néger, mert a magyar nyelvben ennek semmiféle negatív konnotációja nincsen, teljes irodalmunk törölhető lenne, de azért, mert Amerikában ennek teljesen érthető okokból rossz csengése van, ezért nekünk törölni kéne az irodalmat, erre pedig azt mondja az egyszeri füttyögő, hogy menjetek ti az anyátokba, azért mi nem fogjuk afro-magyarnak hívni, aki idejött hozzánk tanulni, és itt maradt, Isten hozta, én örülök neki, szerintem egyébként Magyarország akkor lenne jobb hely, hogyha több néger lenne, elviselhetetlenül kevés néger van Magyarországon, meg aki idejött házasodni, meg aki az elmúlt időszakban bevándorlóként. És akkor azért, mert ők gyarmatosítottak, meg rabszolgákat cipeltek be, azért, és csiliárdos focisság térdeljenek, ő érezze magát de rosszul. De részben igazad van szerintem, amiben nincs igazad az, hogy úgy csinálsz, mintha ez a fajta identitáspolitika Magyarországon egy elsőprő erő lenne. Ez egy kisebbség identitáspolitikája, különösebben nagy jelentősége nincsen. Elismerem, hogy más ennek sokkal nagyobb fontossága. Nálunk ez egyszerűen csak egy gesztus. Akkor megmondhatjuk a nálunk, de ugyanezt kell csinálni. De azért nem, a magyar irodalomból senkit nem törölnek, hogyha leírja azt, hogy néger, a Jókai könyvben nem fogják ezt kérdezni. Jaj már, Péter, már vannak, persze, hogy nem törölnek. Jaj már, András, most egy picit itt fogok jajongani, mert hogy be kell fejeznünk a műsor első részét, de van még mit beszélni a fociról, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, sőt, Niedermüller Péter korábbi focis kijelentését is előhozom majd, úgyhogy már is folytatjuk.
Folytatjuk már is a műsort, és még továbbra is a foci lesz a téma, és Vona Gábor még szeretett volna hozzászólni, itt jelezte itt a szünetben, hogy mindenképpen folytassuk még ezt a témát, és utána majd szintén foci lesz Niedermüller Péter személyében, csak előtte még akkor Gábor. Péter felvetett egy lehetőséget, hogy az MLS, vagy akár maga a NER részéről ez egy ilyen direkt ücska volt, és én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy szerintem az nyilvánvaló meg világos, hogy a NER-nek, illetve az MLS-nek mi a véleménye a térdeplésről, hiszen a csapat, a magyar csapat nem térdel le. Az már szerintem nem érdekük, vagy nem lehetett érdekük, ami történt. Tehát az pontosan egy olyan meccsre, amikor 60 év után végre az angolokat sikerül legyőznünk, egy ilyen magas labdát feldobni a nyugati sajtónak, és azoknak, akik egyébként szeretik az Orbán kormány, meg úgy Magyarországot ilyen témákkal, akár nagyítóval keresve, sokszor nem is kell nagyítóval egyébként keresni. Ez egy magas labda volt, és ezt szerintem nem érdek az MLS-nek, és amennyire én követtem az eseményeket, az MLS nem is szólalt meg. Tehát, hogy azért most ebben az esetben úgy lapít, és úgy tesz, mintha nem történt volna semmi, pedig történt, és szerintem azért az engem elkeserített, megmondom őszintén, hogy gyerekek fütyögtem, olyan szép volt, tehát, hogy olyan jó volt látni, hogy szerintem egy ügyes húzás is volt az MLS részéről, hogy gyerekek voltak ott, és volt ennek egy ilyen tisztasága. Pont az ellenkező lehetett volna a szándéka szerint. Pont, így van, szerintem pont az ellentét, hogy lényegében egy ilyen ártatlan bájt, és lényegében egy ilyen lájkvadász volt ez az egész közönség ott. Tehát nem lehetett nem szeretni, még akár angolként sem, hogy gyerekek ott örülnek, hogy kim vannak egy meccsen. És hát ebbe rondított bele, így még a mérkőzés elkezdése előtt ez az egész. És ami engem igazából fölbosszantott benne, mert hogy a gyerekek mércsették, hogy felbújtásra, vagy csak utánozni akarták a felnőtteket, vagy csintevésből, vagy esetleg ilyen bimbózó véleményük volt, már én nem tudom, de engem azt háborított fel, hogy voltak szülők, akik erre büszkén hivatkoztak. Tehát úgy érezték, hogy ez milyen jó, hogy az én gyerekem ott fütyült. És igazából ez szerintem az elgondolkodható, mert úgy tűnik, hogy ha az MLS meg a NER nem is akarta, azért a NER-nek ez a társadalmi Frankensteinje az ott megmutatkozott. És nyilván nem a gyerekek a hibások, azt le kell szögezni, meg nem is szabad innentől kezdve az egész stadionban lévő közönséget, pláne nem egy egész generációt, meg az egész nemzetet, persze, tehát ezeket mind el kell tenni. Ezért fontos, amit az András mondott, hogy itt azért nagyon sok árnyalat van, de azért azt mondjuk ki, hogy nem volt szép. Tehát az, hogy ebben a pillanatban nem tudtuk azt a 3 másodpercet csendben végigasszisztálni, még ha nem is tetszik sokaknak, hogy az angolok letérdepelnek, ha ezt 3 másodpercet kibírtunk volna, akkor nem csak a pályát nyerjük meg, hanem az erkölcsi győzelmet is megszerezzük. De nagyon érdekes, amit mondasz, Gábor, mert ugyebár mindenkinek a sajátjaival van baja. Nekem azzal van bajom, például, hogy azok az emberek, akiket egyetlen dolog érdekel, hogy nem ők adják a kormányt, az ő haverjaik a kormány, minden világjelenséget csak ebből a szempontból tudnak értelmezni. Az Azov zászlóalj, az egy rendben való a nyugatért küzdő valami, jó, hát ennyi, no, van ott egy-két renitens ember. De már megváltoztatták a jelképüket, úgyhogy ez egy neonáci alakulat. De a magyar gyerekek, na hát azok ott a fasiszták. Igen, ez sincs rendben. Én nem mondtam, hogy rendben van, nyilván. A gyerekeket nem egy politikai rendezvényre, hanem egy foci meccsre vitték. Tehát ha van vitánk a Péterrel, az ez. Amit politikai rendezvényként fogott fel mindenki ebből az életemben. Hiszen azzal már eleve át kell politizálva, hogy zárt kapus volt, és ugye akkor a zárt kapusra vitték be őket. És szerintem az MLS akkor baromi naív volt, hogyha úgy van, ahogy te gondolod, hogy ők azt hitték, hogy akkor ez majd ilyen cukilájkulatos dolog lesz, és nem lesz semmi gebasz. A politikai gesztus nem az volt, hogy gyerekeket viszek a stadionba, hanem az, hogy ott megtörténik ez a térdeplés. És Mind a kettő az. De mi? A gyerekeket vinni egy foci meccsre? Azért, hogy kimutassuk, ugye azért volt ez a foci meccs zárkapuk mögött, mert már egy évvel korábban voltak ott ilyen homofób megnyilvánulások, akkor éppen, ha jól emlékszem, a homofóbia volt, ennek alapján volt zárkapus, akkor mi erre reagáljunk azzal, hogy kivisszük oda a tisztákat és azokat, akik még ebben nincsenek benne. Nincsenek benne, ez a gyerekek ocsmány kihasználása, de erre ugyanakkor meg számíthattak szerintem erre az egész történetre. Mi kihasználása? Nem volt ebben semmi tudatos vagy célzatos. Hiszen az egész letérdelés és kifütyülés narratíva, nem csak a letérdelés, hanem a letérdelés kifütyülése is egy ma már bevett rituálé része. Ezt mondom. És világos. Ez igaz? Jó, de az MLS nem azért vitte oda az eltérést. De az MLS nem azért vitte oda a gyerekeket, hogy pont az ellenkezőjét bizonyítsuk nem, be. Ez pont egy kontraszt. Nem azért vitte be, hogy ott legyenek szurkolók, és ezek a gyerekek jobb hangulatot teremtettek egyébként, mint a fekete pólós nem tudom micsodát. 2, a döntő többségük nem is fütyült. 3, a lehető legkülönféle politikai elkötelezettségű családokból érkező gyerekek érezték magukat a beszámolók szerint kiválóan, jól, felemelően, nagy élménye volt. Nagyon nagy élmény volt, stb. Én pont azt mondom, hogy
milyen jó lett volna, hogyha nem adjuk ezt a magas labdát ezen nagyon szép élményhez. Tehát ezt ne tegyünk már úgy, mintha nem követett volna el valaki egy súlyos hibát, szerintem akár az MLS is. Akkor szerint azzal, hogy, hibát? Szerintem az MLS is kellett volna csinálni. Az, hogy a mérkőzés elején, nem tudom, lehet, hogy úgy tűnik, hogy belünk így Magyarországon így kell beszélni, hogy el kell mondani, hogy tisztelt jelenlévők, tisztelt kísérők, arra kérjük önöket, vagy egy kis papírt letenni a székre, várhatóan az angol válogatott le fog térdelni, ismeri mindenki a helyzetet, stb. Arra kérjük mindenkit, hogy tisztelettel nézzük. Figyelj, egy ilyen cetlit találok a széken, bár nem járok meccsre, akkor én is fütyülök. Jó. Hadd csatlakozzak a Gáborhoz, egyébként ez a metódus annyiban létezik, én emlékszem, amikor a nagyon messziről is láthatóan nagyon sápadt Gerendai Károly fölmegy a Sziget Fesztivál nagy színpadja, és az mondja, hogy jön az Oasis, szépen kérlek titeket, ne dobáljátok meg őket. És egészen aznap végig ment, akkor valami más cuccban adták a piákat, ment a dobálás, és akkor megértették a magyarok, hogy ez fontos, itt van ez a híres britpop csapat, és hogy megint csak és nem dobálták meg őket? Nem térdeltek, zenéltek. Ez mutatja, hogy én nem vagyok magyar. Azt hiszem itt a pillanat, hogy tovább lépjünk, és fociról lesz még szó, de most már picit politikai színezetben is. Niederbühler Pétert szerettem volna idehozni, és egyébként egy másik kijelentéséről, ugye Trianonnal kapcsolatos kijelentéséről beszélünk, de ha már fociról volt szó, akkor hát idézzük fel, hogy azért volt ezzel kapcsolatban már egy érdekes kijelentés, az EB ideje alatt ugye az ír-magyar meccsen, ahol a magyar közönség egy része ugye szintén kifütyölte az ír játékosokat, amely hát megdöbbentette az ír szövetségi kapitányt, és akkor Niedermüller Péter is posztolt, és azt írta, hogy szégyellhetjük magunkat, és ma este Budapesten jobb volt írnek lenni. És ugye arról beszéltünk, hogy mi volt a magaslabda a gyerekek esetében, magaslabda volt, nem volt magaslabda, szóval itt ez mennyire volt magas labda ilyen értelemben, mert hát erre rögtön reagált a Fidesz, és annak is utána néztem, a Fidelitas azt írta, hogy ugye mindenkinek jobb lenne, ha Niedermüller Péter az EB ideje alatt Írországba tartózkodna, vagy azt javasolták hogy neki, hogy valamelyik dublini vagy belfasti kerületben indulja a legközelebb polgármesternek, stb. Nekem az az ígéretem, hogyha én valaha büdös életben polgármester leszek, akkor kizárólag arról fognak hallani tőlem, hogy mi újság a kerületben, és nem. Bezáratod a kis és a faluban lesz polgármester, és azt fogod mondani, hogy mi újság a kerületben, az érdekes lesz. Nem, az azt jelenti, hogy akkor nem szedem a gyógyszereimet, de igen. Niedermüller Péter esetében ugye neki van az aktuális mondása, és ami szintén úgy értelmezhetetlen számomra, hogy úgy Erzsébet városból akár azt megítélni, hogy akkor hogyan kell Írországban jól érezni magad, akár az elcsatolt országrészen élő magyaroknak a jólétét szondázni, vagy analizálni, nem tudom, hogy. Szóval, hogy biztos van egy csomó dolog Terézvárosban, van még egy-két terasz, amit még nem ment tönkre, tehát, hogy... Na, de mondjuk el akkor a nézőknek, hogy miről van szó pontosan, aki esetleg nem tudja, ugye, hogy a Nemzeti Összetartozás napján ugye azt javasolta, hogy gondoljunk azokra a magyarokra, akik jobban élnek Szlovákiában, vagy Romániában, mint itthon, és ugye ez is szintén kivert a és máshol, tehát, hogy az történt, tehát, hogy egyébként azzal a poszttal, a baj az volt, hogy úgy általában beszélt azokról a magyarokról, akik nem Magyarországon élnek, tehát az emberbe fölmerül, hogy mondjuk Kárpátalján valószínűleg most nem annyira örülnek annak, hogy Trianonnál nem volt egy kicsit bőkezűbb a térképrajzoló. Egyébként meg szóval azt kellene megérteni, hogy a magyarnak főszabály szerint Magyarországon a jó. Tehát lehet valaki bármennyire világfi, hogyha neki vagy Erdélyben, vagy a Vajdaságban. De úgy, tehát Magyarország alatt azt értem, hogy magyar emberek között magyar kultúrát megélve magyarként élni, és az nem működik. Én nagyon sokan embert ismerek, akik kiköltöztek külföldre, akivel nem a történelem csinálta meg, hanem ő maga döntött úgy, hogy egy másik országhoz, vagy másik országot kell az otthonának hívnia, és az is rohadt nehéz. De azt megélni, hogy kifejezetten ellened van adott esetben egy többségi társadalom, hogy neked a nyelved, a kultúrád az ott egy egzotikum, miközben semmit nem tett, nem a te bűnöd. Hát én ezt élem meg nap mint nap itt Magyarországon. Amennyiben? Hát magyarként úgy érzem, jó, hogy itt ez az ország, ennek az országnak a vezetése, az államformája egyáltalán, ahogy ezt kinéz, ez bizony nap mint nap sárba tipörje a nyelvemet, a kultúrámat és az identitásomat. Én nagyon szeretnék Magyarországon élni, csak nem hagyják. Tehát ebben az, én nem tudom, gyakran van, nekem is eszembe jutott már, például amikor a Tátrába megyek, és látom, hogy milyen szép rendben van tartva a tanap, az gyönyörű tiszták a vizek, alig van szemét, nincsenek mindenütt nyaralók épülve a csúcsokra, és akkor úgy
bennem is felmerült már, hogy jó, teljesen történelmietlen, hogyha ez most Magyarországhoz tartozna, akkor bizony itt a Mészárosnak a szállodája lenne, itt kerítés lenne, itt egy szemétlerakót építenének, amúgy meg bányásznák a gránit falat. Bizony ezt nehéz ettől elvonatkoztatni. Szerintem nehéz attól elvonatkoztatni, és én nem akarom a Niedermüllert védeni, mert tényleg az erős DK-s mezőnyben is az egyik legellenszevesebb politikus számomra, de ebben a mondásában van igazság. Csak gondoljunk már egy picit bele. Ezt a részét, Péter, bocsánat, ezt hadd opponáljam, tehát hogyha csak ezt közvetlenül nézem, ezt a mit bányásznak hogyan. Tehát az, hogy a sajó most mi történik, hogy a Tiszán a cián szennyezés mindig hogyan hozhatunk ki, ilyen hát, példákat, hogy... de alapvetően én most így konkrétan jó. A Tátáról beszéltem, alapvetően szerintem, hogyha mondjuk összevetem a Balatonnal, hogy az hogy el van herdálva, akkor elég nagy, hogy mondjam, szemléleti különbséget látok. Nyilvánvalóan Szlovákia nem egy tökéletes ország, marha messze van tőle bármelyik. És van egy fontos dolog itt, tehát mindig volt egy ilyen magyar felsőbbrendűségi birodalmi küldet, kisbirodalmi küldetéstudat, volt ez a Horthy-korban, amikor ugye a Trianon miatti problémák miatt éreztük úgy, hogy kultúrfölényünk van, legalábbis Klebersberg ezt mondta, és volt a Kádár-korban egyébként, ez most szerintem a jelen pillanatban sokkal fontos, amikor az összes környező országot lenéztük, mert mi voltunk a legvidámabb barak, és tényleg az összes környező ország, talán az egy Ausztria kivételével, vagy Jugoszlávia egy kicsit ilyen necces, na sokkal gázabb hely volt, mint Magyarország. Pont ezért. Most ugyanez az érzület él egy kicsit tovább, ugye megfordult a történet a rendszerváltás után egy darabig még így. Paritás volt, és aztán egyre rosszabb helyen élünk, és egyre inkább látszik, hogy ezek a környező országok, ugye nyilván nem Kárpátaljáról beszélek, nem is Szerbiáról, bár az már egyébként bizonyos értelemben kétesélyes, jobb helyekké kezdenek válni. Most teljesen mindegy, hogy magyarnak, nem magyarnak, akárminek, Trianon ugye 100 éve volt. El lehet gondolkodni azon, hogy az a kormány, nem akarok mondom Niedermüller Péter nevébe beszélni, Isten mentsen tőle, de az a kormány, amelyik nemzeti összetartozásról beszél, és egy 100 évvel ezelőtti eseményről beszél állandóan, hogy ez milyen elképesztően fontos volt, és fontos volt. Kétségtelen, az miért nem tesz többet kicsit, Péter, de ebben az országban, ezért amit elloptak, jobb legyen magyarnak lenni. Éppen ezért kéne Niedermüller Péternek jól befogni a száját, mert ezzel mindent, amit elmondtál, vagy amivel kapcsolatban diskurzust lehetne kezdeni határon belül és kívül egyaránt, teszi ezt lehetetlenné. De azt akarom mondani, hogy miközben minden posztja arról szól, hogy itt a fehér terror dúl, a 7. kerületben kivart kopaszok vegzálnak liberális fiatalokat és hajléktalanokat. Van Trianon, és Trianon nagyon sokaknak fáj. Van egy mondás ezzel szemben, hogy Trianonkor beszéljünk Trianonról, ez érthető, de semmi nem fog megváltozni attól, hogyha az N+1. Irredenta emlékművet fölállítod. És akkor erre ugye van az a hárítás, nemzeti radikális, egyéb nem tudom milyen körökben, te idegen szívű vagy. És akkor megpróbálnád elmondani, hogy nem erről van szó, igenis itt történtek bizonyos dolgok a határon túlmenően, olyan folyamatok is, amit rá lehetne csatlakozni, meg kéne ezt a folyamatot valami termékenyben fordítani, és akkor jön Niedermüller Péter, és igazolja az összes olyan vádat, amivel a nem radikális jobboldali, nem ilyen nemzeti THY-os, ahogy gúnyolni szokták a baloldalon, a jobboldali, mondanak a kvázi baloldaliakról, liberálisokról, urbánusokról, hogy ezzel azt mondta ugyanis, hogy hagyján, hogy most mi van, de hogy jó volt Mecsiár, hogy jó volt Milosevic, Iliescu, jó a kárpátai magyaroknak a megbélyegző nyelvtörvény, és akkor még a falurombolásról nem is beszéltem. De ezt mondtam. Itt a Péter azt mondta, hogy gondoljunk bele, hogy azért, amit írt Niedermüller, abban van igazság, vagy az, szerintem nincs, tehát abban semmilyen igazság nincs. Szerintem Niedermüller Péternek ez egy, nem tudom, hogy egy provokációja, vagy egy ilyen zakkanása, neki folyamatosan hozza lényegében a törzsi háborúhoz szükséges gyúanyagot. Mert mindig ő egyik oldalon Bájár Zsolt, a másik oldalon Niedermüller Péter, de amit mondta Trianont, hogy 100 éve volt, igen, 100 éve volt, de az nem azt jelenti, hogy azóta, akik most magyarként élnek, és erről Zoli nagyon szépen beszélt, azoknak ne lennének ezzel mai napig is élő problémáik vagy gondjaik. Lehet, hogy te ezt másképp látod, másképp éled meg, de ne vitassuk el az ő megélésüket.
az ő megélésük azért nem az, hogy ott olyan jó mindig magyarnak lenni, és ilyen értelemben a NER-rel kapcsolatos kritikáink, mert mindenkinek vannak nyilván, meg az, hogy tényleg fullasztó Magyarországon nagyon sokszor élni. De azért ne jussunk már el oda ebből az érzésünkből, hogy ezt belevetítjük valami olyanba, hogy akkor már biztos, hogy mindenhol jobb magyarként élni, sőt, olyan helyeken a legjobb, ahol egyébként azért nem néznek olyan szívesen mindig de rád. Ez a gondolat nekem, mondom, amire azt mondom, hogy érdemes rajta azért elgondolkodni, teljesen mindegy, hogy Niedermüller mondta, vagy sem, hogy valóban létezhet-e az, és erre lehetne esetleg stratégiát alapozni, hogy jobban élnek sok szempontból, mondjuk Szlovákiában, teljesen mindegy, hogy magyarok vagy nem magyarok, és most már inkább horribiledik Romániában is. De nem ezt mondta Niedermüller. Ezt mondta. Lehetne erről beszélgetni, de amit ő mondott, az alapján az én szabadkai barátaimnak milyen jó, hogy odahúzták Tompa és Szabadka közé azt a nyomorult határvonalat, ami azt jelentette, hogy ő nem tudott úgy tanulni, nem tudott úgy élni, nem tudott úgy működni, és ha valamit akar kezdeni az életével magyarul, akkor el kellett jönnie Magyarországra. Ez igaz, de mondjuk költözni. Az én soproni barátaim közül sokan mondják például, az bár lehet, hogy hazátlanok és magyartalanok, hogy talán mégis jobb lett volna, hogyha annak idején másként alakul az a népszavazás. Folytassuk már egy másik témát, mert tényleg nagyon-nagyon kevés időnk maradt, és az jutott eszembe, hogy vajon most jó-e orosz írónak lenni, mert hogy ez is egy ilyen furcsa kérdés most. Halott orosz írónak lenni. Furcsa kérdés most, és ugye arról van szó pontosan, hogy az ukrán oktatási miniszter helyettes bejelentette azt, hogy kiveszik a tananyagból például a Háború és békét és egyéb más nagy klasszikust, és az indok az nagyon érdekes, ugye, mert hogy ezek a művek az orosz hadsereget dicsőítik, ez volt legalábbis a hivatalos álláspont, és aztán utána olvastam nálad a Facebook posztjaidat, Péter, ugye azt is hozzátetted, hogy a könyvszövetség elnöke azt is nyilatkozta, hogy az ukrán közkönyvtárakból eltávolítják egész konkrétan ezeket a műveket, Puskin, Csehovot, Dosztojevszkit lehetne sorolni, és akkor elég határozott véleményed volt erről, de akkor kezdjük innen, hogy ti hogy látjátok, van ennek értelme bármilyen szinten, mit lehet ezzel elni, ha már itt arról tartottunk, hogy kinek, hogy már. Én ugyanazzal fogom zárni, mivel kezdtem, hogy az üzemszerűségről, a hétköznapokról kellene gondolkodni, egy országról beszélünk, amiben most már szinte mindenhol háború van. Szerintem a fő kérdés nem az, hogy milyen szerzőket tanítanak, vagy milyen szerzők könyveit lehet kikölcsönözni, hanem hogy kik, hol és kiket tudnak tanítani, hogy lesz-e és van-e iskolai oktatás, hogy vannak-e könyvtárak. De akkor miért hozta ezt az ember? Ez egy háborús pszichózis, én ezeket az embereket, én mindig azzal szoktam kezdeni, amikor Zelenszky is insta-sztorizza magát valami hülyeséggel, vagy valamelyik külpolitikusa mond valami borzalmas dolgot, hogy abból kell mindig kiindulni, hogy ezeknek az embereknek az országát megtámadták, a népét ölik, és ezt nem lehet soha figyelmen kívül, hogy amikor állítanak valamit. Ezzel együtt gondolom azt, hogy a saját érdekükben lenne fontos, annyi kis józanság, és tök nehéz őket kioktatni egy fűtött helyiségből, vagy mi az hűtött helyiségből, akik ott a háború hevében tényleg életveszélyben vannak, de hogy ezzel ártanak szerintem maguknak, elfordítanak maguktól különböző támogatókat, és sokkal fontosabb lenne azt belátni, hogy ha ezt megteszik, akkor ugyanaz fog történni, mint, és az utolsó gondolatom ez, mint 8 évvel ezelőtt. 2014 óta egyébként Ukrajna területi integritása az megbomlott. Ott különböző, szerintem háborús cselekmények zajlanak, mintha az oroszok egész eddig nem is így hívták ezt, és ha beleszokunk abba, hogy egyre nagyobbakat mondanak, egyre durvábbakat és elfordulunk, akkor lesz az igazán rossz az ukránoknak. Jó, szerintem itt Zoli, először is. Azért azt gondolom, hogy az ukrán könyvszövetség elnöke nem kevésbé fűtöttebb szobából teszi és mondja azt, amit mond és tesz, mint amit te. Kettő. 2014 óta háborús cselekmények zajlanak a nemzetközi jog által Ukrajna területének elismert országban. Ehhez képest 2018-ban az egyik legnagyobb nemzetközi szervezet a legfontosabb eseményét vitte oda. 2018-ban labdarúgó világbajnokságot rendeztek Oroszországban, akkor ez nem okozott gondot. Ez azért van, három, és szerintem ez idáig oké,
csak ez a fajta köré fújt szentimentalizmus nem oké, meg hogy mindenki mire van használva, hogy a nyugat arra jött rá, hogy nem lehet Putyinnal itt sakkozni, nem lesz itt valamiféle olyan megállapodás, fenntartható módusz vivendi, ami mindenkinek jó, és nem jó az, hogyha a nyugati demokráciák mondjuk egy lator államtól függnek energiaellátás terén. Erről szól a mostani nem többről, illetve nem másról, illetve még arról, hogy minél inkább lebombázzák Ukrajnát, annál inkább nyílik meg az a lehetőség, ami nyugati cégeknek az újjáépítésben majd busás hasznot termel. Negyedik nem érdekel. Negyedik, hogy van olyan, hogy orosz kultúra, ukrán kultúra, magyar, német és mindenféle. De olyan nincs, hogy orosz kultúra ellenesség, meg német kultúra ellenesség, csak kultúra ellenesség van. Szerintem ez az egész a háborús pszichózisnak, a nyilvánvalóan ebből is fakadó orosz ellenességnek, meg a cancel culture-nek egy ilyen fura ukrajnai fúziója. Csak hogy amikor Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor azt beszéltük, hogy egy ilyen fura módon ellenkező hatását érje el az ukrán nemzet tudatban, mint amire számít. Ugye ő azt szerette volna, hogyha az ukránok végre visszatérnek az orosz nemzet tudat kötelékébe. Rájönnek, hogy oroszok. Pont az ellenkezőjét ért el. És én azt gondolom, hogy nyilván egészen más szinte egy háború megindítása, meg egy ilyen döntés, de hogy ennek is az ellenkező hatása van. Tehát, hogyha nyilván a gyerekek többsége hidege adja, hogy mik a kötelező olvasmányok, de akik ugye kulturálisan érzékenyebb közege egy adott társadalomnak, hát egy tiltott gyümölcs, pláne, hogy ez a gyümölcs még értékes is, meg jó, meg finom, és azért ezek a szerzők azok, az pont az ellenkező hatást fogja kiváltani, mint amit szerintem ettől a döntéstől ők elvárnak. Eddig az, amit elvárnak, az én nem tudok más gondolni, és ebben Andrással teljesen egyetértek, tehát ne keverjük össze a politikai döntéshozókat, és ne keverjük össze az ukránokat, mint olyat. Egyébként nincsenek olyan ukránok, mint olyan, sem, meg oroszok, meg magyarok, meg semmilyen nincsen, de mindegy, tehát világos, hogy miről van szó. Az öt Niedermüllerét hallották, én is sem jártam. Fiatal elnöknője egyébként, aki egy ukrán kormányzati tanácsadó, és így, tehát nem egy ilyen nekivadultról. Arról is beszél a vele készült hosszú interjúba, amit a magyar kommentelők úgy gondolták, hogy nyilván fake news, de hát sajnos ellenőrizhetően ezeket ő mondta, hogy milyen anyagi gondokat fog okozni az, hogyha mint egy 100 millió kötetet, amiben belevar a 91 óta kiadott teljes orosz irodalom, tehát minden orosz könyv, eltávolítanak a könyvtárból, hiszen az olvasók ezeket szeretik. Viszont az állam úgy döntött, hogy ami orosz, az ugye nem felel meg, ami ukrán, ukránnal kell pótolni. Feltették. Mi lesz ezeknek a sors? Bezúzzák, ezt mondta is, hogy ő úgy gondolja, ezt nem ő mondta egyébként, a miniszter helyettes mondta, hogy hulladékpapírként ezek felhasználhatóak. A horribil ediktó odáig megy, hogy oké, beszéljünk Puskinról, meg Dosztojevszkijről, ne beszéljünk most, be lehet őket sorolni egyébként. Lehet beleig gondolni az orosz nagyságot, mondjuk Tolsztojba marhára nem lehet, de arról is volt szó, hogy hát például egy orosz által írt matematikai könyv, vagy bármilyen tudományos könyv maradhat, hogyha a szerzőről nem derül ki, hogy egyébként a könyvön kívülő netán ukrán ellenes, és egyébként is hát maradhat, amíg nem tudjuk ezt megfelelő ukrán könyvvel pótolni. Na most ez engem már nagyon megijeszt, mert ez már olyan példákat mutat, történeti példákat, amik pont arról szólnak, amire az oroszok alapozzák, amire Putyin ezt az egész rettenetes aljas háborúját alapozza, hogy ukrán és orosz között olyan különbség van, ami nem átidalható. Ugye akkor az ukránokat orosszá kell tenni, vagy vissza kell őket hozni az orosságba. Itt meg az ukránok azt mondják, hogy az oroszok egyszer nem léteznek, vagy ha léteznek, akkor alapból rosszak, bármit csinálnak. Nem csak a világirodalom kipurgálásáról van itt szó, hanem egy, ugye ennek a hölgynek a Facebook profilján a nyitókép az, hogy világszerte bojkottáljunk minden Oroszországból érkező könyvet. Na most én ilyet nem akarok. És azért szerintem a világ az egyetemes kultúra ilyet nem akarhat, mert akkor eláshatja magát. Azért szerintem ez válasz részint egy pár adással előtt elmondott szavaidra, nevezetesen a legnagyobb trollkodás volt, amikor Magyarország a benyújtott ukrán uniós kérelmet egyből támogatta. Lehet, hogy nem volt az trollkodás. Ha felveszik Ukrajnát valamikor az Európai Unióba, az összes jogállami eljárás Magyarországgal, Lengyelországgal és az összes többivel kapcsolatban ad acta kerül. Tehát, hogyha valamire a magyar kormányzatnak szüksége van, egy ilyen kormányzat még az unión belül. Hát akkor ez a végszó már. Azt hiszem, hogy itt le is zárhatjuk tényleg ezt az egész gondolatot. Szerintem a végére értünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ennyi volt már a műsor. Legközelebb a jövő héten a szokásos időben találkozunk. Szép hétvégét, jó pihenés, viszontlátásra.